Sasa Vučinić szerint a revizori jelentés arra mutat rá, hogy nem történtek visszaélések és bűntények a város gazdálkodásában 2011-ben. Ono što mogu da kažem da mi je drago da se pokazalo da zaista nema elemenata za krivične prijave i to je ono što smo pokazivali. Dakle, život je takav, procedure nažalost nisu predvidjele sve situacije u koje možete doći, pre svega kad je oblast nevladinih organizacija, kulturnih ustanova. Más szerbiai városban sokkal több feljelentés érkezett, amelyek között több bűnvádi feljelentés is volt. Mégis egyedül Szabadkán lett ügy a feljelentésekből. Kad pogledate kompletan izveštaj, kad pogledate pregled prijava, vidite da smo na, da kažem, posljednjem mestu po tome što je uočeno kao nepravilnosti. Az ellenzék elfogadja a revizori jelentést, azonban több rendellenességre is rámutattak, amelyek a jelentésben nem szerepelnek. Nama je više zanimljivo, da li su oni prihvatili i stavili mjere u izvršenje koje je predložio revizor da se vrate sredstva koja su data za dohotke mimo ovaj zakona. Bebizonyosodott, hogy az alapvető törvényességet se tartották tiszteletben a régi városvezetés, és azért indult eljárás a vezetőség ellen. Én már a múltkor is kifejtettem, hogy ha a törvényességet be is tartsák, az mellett még a polgár ellenes döntéseket hoztak. A Vajdasági Magyar Szövetség képviselői egyelőre nem kívántak nyilatkozni az ügyben.